Tágas zöldövezetekkel teli kampuszban tölthetik mindennapjaikat a egyházi Egyetem hallgatói. Ez is egy fontos hívószó lehet a felsőoktatási intézmények között a végzős középiskolások és a felvételi eljárás más résztvevői számára. Az egyetem sokat tett annak érdekében az elmúlt években, hogy újra emelkedő pályára álljon a hallgatói létszáma. Ennek meg is lett az eredménye, már a tavalyi évben is növekedést tapasztaltak, most újra ez a helyzet. 2023-hoz képest 10%-kal többen jelölték első helyen a Nyíregyházi Egyetemet, 2662-en jelentkeztek, összesen pedig több mint 8100-an választották az intézmény által meghirdetett képzéseket, mondta el 35 perc című műsorunkban Bajda Ildikó oktatási rektor helyettes. Nagyon dinamikusan fejlődik a Nyíregyház Egyetem, és, és a képzési palettával folyamatosan képesek vagyunk megújulni. 10 képzési területen, illetve 13 képzési területből 10 képzési területen kínálunk lehetőséget a továbbtanulásra a hallgatóknak. Minden képzési területen több, szakkal, több szakot hirdetünk a felvételi rendszerben. Vajda Ildikó szerint a felvételi eljárásban elért fejlődés egy több éves, jól átgondolt irányelv eredménye. Egy nagyon intenzív felvételi beiskolázási tevékenységet folytat a, folyt, folytatott ebben az évben, vagy folytat folyamatosan a egyház egyetem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy most már ez nem is kampány, hanem egy folyamatos, nagyon intenzív tevékenység. Nem tehetjük meg, hogy kampányszerűen folytatjuk. Persze vannak kiemelt időszakok, amikor ez egy kicsit erőteljesebb, de egy nagyon megújult rendszerrel igyekeztünk megszólítani a, a továbbtanulni vágyókat, minden platformon, offline és online módon is megjelenik, megjelent a Nyíregyház Egyetem, és ezt továbbra is folytatni fogjuk. növekedés tapasztalható az előző évekhez képest a sporttudományi, valamint a természettudományi területeket választóknál is. A legnagyobb mértékben azonban a pedagógus képzéseket választották idén többen, majd 40%-kal nagyobb az érdeklődés mint ahogy a korábbiakban is a, az óvodapedagógus alapképzési szak, ami nagyon népszerű, a, a csecsemő és kisgyermek gondozó, a tanító alapképzési szakunk, a gazdálkodási és menedzsment szakunk, illetve a mérnök szakjaink, gépészmérnök szakunk. Bár a fejlődés egyértelmű, a már említett számokat érdemes egyelőre tájékoztató jellegűnek tekinteni. A felvételi július 10-éig még sorrendet módosíthatnak. Ezt követően július 24-én hozzák nyilvánosságra a felvételi ponthatárokat. A felsőoktatási intézmények pedig július 31-ig értesítik a jelentkezőket arról, hogy felvételt nyertek-e az általuk megjelölt képzésekre.